Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket nemzeti ünnepünkön, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján. Külön köszöntöm városunk polgármesterét, Bakó István urat. Köszöntöm Rácz Anikó alpolgármester asszonyt. Varsányné dr. Antal Erzsébet jegyzőasszonyt. Valamint a képviselőtestület tagjait. Megkérem a megemlékező közösséget, énekeljük el közösen a himnuszt. Felkérem az ünnep szónokát, dr. Leány Andrást, Nyíregyházi Főiskola nyugalmazott főiskolai tanárát, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő közösség! Első szavaim a köszöneté. A köszöneté, hogy Derecske közössége engem tisztelt meg azzal, hogy ezen a csodálatos ünnepen élményeimről beszámoljak. Amikor az 56-os eseményekről fogok szólni, akkor csak olyanról fogok beszélni, amit én láttam és megéltem. Tehát semmiféle olyanról, amit majd mondtak meg, így volt, úgy volt, amúgy volt. Mielőtt azonban szólnék 56-ról, mindenképpen beszélni kell arról, hogy mit tette lehetővé azt, hogy október 23-a legyen. Hisz olyan, az én generációm még emlékszik rá, olyan diktatúra volt, olyan elnyomás, hogy az embereknek nem igen volt merszük kimenni az utcára, vagy fölemelni a szavukat. Mégis, hogy lehetséges az, hogy egyszer csak robban, és 24 óra alatt eltörlik ezt a diktatúrát. Hát ennek vannak nemzetközi okai és belpolitikai okai. A nemzetközi oka az volt, hogy 56 tavaszán megkötötték az osztrák államszerződést. Nota bene, az államszerződés aláírásának napja előtti napon írták alá a Varsói szerződést. Ez sem véletlen. Nos, az osztrák államszerződésben leszögezték azt, hogy Ausztriából kitakarodnak az oroszok, és nem szállják meg tovább. Igen, ám csak, hogy Magyarországon, meg Romániában azért voltak itt az oroszok, hogy ezt a utánpótlási vonalat biztosítsák, tehát innen is ki kellett volna nekik menni, de eszek ágában nem volt.
Tehát ha föltesszük a kérdést, hogy kinek kedvezett 56, vagy kinek jó, egyértelmű a válasz az oroszoknak, a szovjeteknek. Ezt egyébként bizonyítja az is, hogy Jobbágyi Gábor professzor cikke szól erről, hogy október 23-án este az Andrássy út telefonfülkéi tele voltak rakva lőszerrel és fegyverrel. Vaj, miért? Ki rakta oda? Mi, az egyetemisták, akik tüntetni mentünk, nem is tudtunk róla. Hogy lehet az, hogy Budapest fegyver és lőszer raktárát, amit úgy védenek, mint nem tudom mit, a legjobban puskalövés nélkül átadják a forradalmároknak, a fiúknak. Miért? Hogy lehet az, hogy a rádiónál tüntető fiatalok közé hozzák be azt a teherautót fegyverrel és lőszerrel, amit állítólag a rádióhoz akarnak vinni? Azért, hogy nekünk fegyverünk és lőszerünk legyen, hogy lehessen lőni. Hogy ok legyen arra, hogy itt maradhassunk. Nos, ez az egyik dolog. A másik, a tiszteletes úr is említette, az Isten tiszteleten, hogy tavasszal volt az SKP kongresszusa, ahol Nyikita Szergejevics Hruscsov tartott egy nagy beszédet, ahol kritizálta Sztálint, az egész sztálinizmust, a Szovjetunióban megindult egy nagy erjedés, kitakarították a hadseregből, a pártból és mindenhonnan a gazdaságból is a sztálini gondolatot és a sztálini rendszert, de ez a csaklós országokra is természetesen érvényes volt, ezért volt az, hogy május 16-án Rákosinak önkritikát kellett gyakorolni. Én emlékszem rá, hogy milyen heurékával fogadtuk mi ezt, hogy húha. Na, két hét múlva azért Rákosi csak kijelentett, hogy kulák marad az, aki kulák volt. Tehát nem kellett őt komolyan venni. Júniusban megalakul a Petőfi kör, Táncos Gábor vezetésével, ők ott üléseztek nálunk az egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Gólyavárban. Ez tulajdonképpen a budapesti értelmiség volt, és vezérei az írók. Majd ugyancsak júniusban vita a Írószövetségben, ahol Déri Tibor igen keményen bírálja a diktatúra hibáit, és követeli a bűnösök megbüntetését. Ez persze Déri Tibor kapott néhány évet később. Ugyancsak júniusban, jól emlékszem, 26-án kitör a poznani felkelés, munkásfelkelés, aminek eredménye az, hogy szitává lövik a munkásokat, ezt a lengyel moszkovita vezetők csinálják, mert ott is volt, nálunk volt ugye Gerő, Révai, Farkas Zoltán és Rákosi, ez a négyek bandája csinálta, és kénytelenek voltak aztán a Rákosit július 16-án eltávolítani. Leváltják és eltávolítják, sőt a politbüró, a politikai bizottság azt üzeni neki, mert vissza akart jönni, hogy ha kedves az élet, akkor azért ne jöjjön. Ebben a hónapban, 56 júniusában katona voltam, mi egyetemisták minden nyáron be kellett vonulnunk gyakorlatra, és döbbenten láttuk azt, a laktanya udvarán sátorban laktunk, és döbbenten láttuk azt, hogy nem a kopaszok adják az őrséget, hanem a tisztek. Hát mi történt? Nem tudtuk, hogy azért, mert Rákosi elment, de a tisztek voltak őrségbe, és a laktanya kapujához, több kapuhoz is géppuskát állítottak föl. Érdekessége volt ennek a géppuskának, hogy nem kifelé nézett, ahonnan ugyebár az imperialistákat várhattuk volna, de hát kijön a Orgoványra. Elég az hozzá, hogy azok befelé néztek ott, ahol a mi sátraink voltak. Mi már akkor gyanúsak lehettünk ezeknek az embereknek. Október 6-án eltemetik Rajkot és társait.
A temetésen óriási tömeg jelenik meg, és már kézzel írott röplapokat osztanak. Ezt onnan tudom, hogy egyik egyetemi társam részt vett ezen, mi akkor a Bakonyban voltunk, földrajzosok lévén terepgyakorlaton, és ő jött, hozta, és láttuk a kézzel írott röplapot, amiben követelések voltak nyilvánvalóan. A Lengyel Egyesült Munkáspárt október 19-én összeül, azzal a céllal, hogy ott is tisztogatást hajtsanak végre, és Gomulkát akarják megválasztani főtitkárnak. Na hát ettől retteg a Kreml, ezért Nikita Szergejevics személyesen megy el Varsóba, megakadályozandó, hogy Gomulka legyen az első titkár. Ez nem sikerül, ez nagy kudarc volt, és megválasztják Gomulkát, aki azonnal olyan beszédet mond, hogy a lengyel felkelő munkások poznániaknak igazuk volt, jogos volt a követelés, és bűnösök azok, akik közéjük lőttek. Ez azért egy óriási dolog volt. Nos, a beszéd elhangzása után 20-án, ezt azért tartom fontosnak, mert ez határozta meg a mi cselekedetünket, 20-án nyilvánosságra kerül Budapesten Gomulka beszéde. És ekkor születik majd a Műszaki Egyetemen egy határozat október 22-én este, hogy egy néma, hangsúlyozom néma, szolidaritás tüntetés menjen a lengyel követség elé. Azért döntöttek így, mert bármilyen más okkal kimegyünk az utcára, akkor közénk lőnek. De ez egy olyan dolog volt, hogy hát a Lengyel Egyesült Munkáspárt, ugye hát az kommunista párt, ha mi ő vezetőjük mellett tüntetünk és szolidaritásunkat fejezzük ki, hát ezért talán nem fognak lőni. És akkor most következik az én történetem, és tekintsék, kedves vendégeim, ezt egy elkésett helyszíni közvetítésnek. Állatanatómia órán ültünk, bejön egy fiatalember, professzor úr, 11 órakor a Gólyavárban diákgyűlés. Mi mentünk, az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a természettudományi karon nem volt divat a politizálás. Ezt a jogászok meg a bölcsészek csinálták nálunk. Mi reggel 8-tól este 7-ig órán ültünk, és nem volt időnk különösebben politizálni. De mentünk a gyűlésre, ahol felolvasták a 16 pontot, amit a Műszaki Egyetem hallgatói követeltek. Ebben természetesen már benne volt a szovjet csapatoknak a kivonulása, és számos egyetemet érintő dolog. És szóltak, hogy délután 3-kor néma szolidaritás tüntetés lesz. Gyülekező a március 15-e téren, a Petőfi szobornál. Az élet- és földtudományi kar, valamint a matematika, fizika, kémia kar hallgatói, mi a Károlyi kertben gyülekeztünk. Ilyen gyönyörű idő volt, mint most, sütött a nap. A karunk fölött egy lengyel és egy magyar zászlóval játszott a szél, és mi boldogok voltunk. Boldogok voltunk, mert felvonuláson mi vettünk már részt, ez mindig kötelező volt, és ahol éljen Rákosi, éljen Sztálin, ütemre kellett tapsolni, de ez most más volt. Itt nem volt kötelező, itt mi akartunk menni, kifejezni a szovjet hatalommal szembeforduló lengyel vezetővel kapcsolatos szolidaritásunkat. De jött a hír, hogy Piros László letiltotta a felvonulást. Erre elment egy delegáció Pirossal tárgyalni, ő volt a belügyminiszter. És kénytelen volt megadni, mert már az ifjúság kint volt az utcán, különböző gyülekező helyeken, tehát nehéz lett volna visszaküldeni mindenkit. Mi is kint voltunk. Jött a hír, hogy mégiscsak lesz tüntetés, mentünk a március 15-e tér a Petőfi szobornál, hát ott ezrével voltak már a diákok, amerre csak a szem látott, minden diákkal volt tele, mert kérem, ez a forradalom,
Ez nem munkás vagy paraszt felkelés volt, ez kifejezetten egyetemista és diák felkelés volt. Az aztán egy más dolog, hogy később csatlakozott mindenki hozzánk. Elég az hozzá, hogy amerre csak néztünk, mindenütt fekete kígyók jöttek felénk, az különböző diák, iskolák, csoportjai, és megtelt a tér. Borzasztó nagy tömeg volt. Egyszer egy fiatal ember fölugrott a Petőfi szobornak az aljára, lábazatára, szép, nyúlánk ember volt, kinyújtja a kezét, és kezdte a nemzeti dalt. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk, mondta. És ez a fiatal ember, Sinkovics Imre, a nemzeti színésze volt, kapott is érte. És a második verszaknál már dörgött a nép, a fiatalság, és harsogva mondtuk, hogy rabok tovább nem leszünk. A vers után mondták, hogy akkor induljunk el a néma tüntetésre. Hát ez a néma tüntetés annyira volt néma, hogy mire kiértünk a Kossuth utcára, addigra már mi énekeltük, hogy Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. És beleénekeltük a diktatúrába, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. De ezt olyan lelkesen csináltuk, hogy mindenki értette, hogy miről van szó, és hogy mentünk a Kossuth utcán, dobálták felénk az ászlókat a házakból, az úton, a járdákon mosolygós, kacagó emberek, hát ilyet nem láttak. Olyan elnyomás volt, hogy ez elképzelhetetlen volt. És most megy egy csomó fiatal, aki beleénekeli a diktatúrában, hogy éljen a magyar szabadság. Ez elképesztő volt. Valóságos zászlóerdő volt már a karunknál, mire kiértünk a Tanácskörútra, majd a következő téren, Deák téren már, akkor már kivágták a zászlóból a kommunista címert. Hát itt a generáció, ahogy körülnézem, nem igen emlékszik arra, hogy milyen volt az. Kék alapon sarló kalapács, fölül vörös csillag, szóval ronda. És ballagtunk végig a Balcsi-Zsilinszky úton a nyugati felé. Aki szokta nézni a televíziót, az láthatta, hogy a 56-os műsorok kapcsán sokszor mutatják, hogy egy hölgy kilép egy ablakon, és így zászlót lenget. Nos, pont mi voltunk alatt, amikor ez a dolog történt. A hölgy tényleg kijött, zászlót lengetett, mert akkor mindenhonnan az ablakokból dobálták a zászlókat lefelé. És ez is egy ilyen kommunista zászló volt, és mikor megláttuk, hogy fúj, fúj, a hölgy vissza, két perc múlva egy csillagmentes, koronás címeres, angyalos zászlóval jött. Hogy ez honnan szedte elő, ez egy rejtély, de minden esetre kidobta az ablakon, és a mi karunk, az Élet és Földtudományi Kar vitte ezt a zászlót. A Balcsi-Zsilinszky úton krampácsoló munkások javították a sínt, és mikor meglátták a zászlót, potyogó könnyel mondja egyik a másiknak, hogy testvér, ez volt velünk a Donnál. És mi vittük ezt a zászlót. Büszkén, magasra emelve. Mire a nyugati pályaudvarhoz értünk, akkor Marx térnek hívták, akkor a rendőrség, hozzáteszem, a rendőrök mellénk álltak mindenütt. Leállította a forgalmat azért, hogy tudjunk kanyarodni a Margit híd felé. És középül állt egy rendőr, egy ilyen picike kis szöszke lány, kiszaladt vörös szegfűvel a kezébe, odaadta rendőrnek. Az megpuszilta, fölemelte. Az egy olyan magasztos pillanat volt, hogy mindenki éltette a magyar rendőröket. Mondanom se kell, hogy ő is meg volt hatolva, meg mi is boldogok voltunk. Mire a Margit hídhoz értünk, addigra már a villamosok csak befelé hozták az embereket, kifelé már nem. És a Margit hídon már születtek rigmusok. Magyaroké, ez a haza, minden ruszki menjen haza. Azt kérdezik Pesten, Budán, hová lett a magyar urán? És itt tovább, sőt,
Erdélyt vissza. Ez is elhangzott. Aztán elértük a Margit híd, budai hídfőjét, lekanyarodtunk a Bentér felé. Ott egy laktanya volt annak idején, később azt hiszem az MDF színháza lett. Na, a laktanyába ott ültek a gyerekek az ablakba, és nézték, boldogan néztek bennünket, akik szabadon énekeltünk, meg mentünk, és a fiúk ugye orosz egyenruhában. Hozzáteszem, hogy nekem orosz egyenruhám volt, mikor katona voltam, és a Grisát mellé állították volna, nem igen tudták volna megmondani, hogy melyik a szovjet és melyik a magyar katona, mert olyan egyformák voltunk. Pilotka, a ködvágósakka, gimnasztyorka, sunkanadrág, vászoncsizma, hát ilyen katona ruhába voltak ott a fiúk az ablakban. Megint született egy rigmus, magyaroknak magyar ruhát, dobjátok a gimnasztyorkát. Annyi költő volt köztünk, hogy pillanatok alatt születtek a versek. Röpültek a gimnasztyorkák, a pilotkák az ablakon kifelé. Aztán ott beszédek is elhangzottak a Bentéren, de túl messze voltam ahhoz, hogy halljam, vagy hogy ki beszél, de úgy végig hullámzott a tömegen, hogy menjünk a parlamenthez. Már akkor úgy este. A Margit hídon már szó nem volt arról, hogy zárt rendbe menjünk, ugyanis mikor elindultunk, jellemző a kommunista stílusra, mondták, hogy összekarolva menjünk, nehogy a sztálini leselkedők közénk férkőzzenek. Ezen röhögtünk. Mire mentünk a Margit hídon, addigra már az egész hidat beborította a tömeg. Tehát ott már nem lehetett közlekedni, csak parlament felé. Esteledett, és már kigyújtották a parlament csúcsán a vörös csillagot. Megint rigmus született. Oltsák el a csillagot, fogyasztja az áramot. Hát nem sokáig kellett várni, el is oltották, és aztán jött a következő, hogy Nagy Imrét akarjuk hallgatni, kérte a tömeg. Hát arra várni kellett, de miközben vártunk, a pesti Dunaparton egy tűzkígyó jött velünk szembe. Leírhatatlan látvány volt a vörös csepel. A kommunista vörös csepel jött a forradalmi diákok támogatására. Végig fáklyával, olyan volt, mondom, mint egy tűzkígyó. Akkor már olyan 7 óra lehetett. És akkor döbbentünk rá, hogy Jézus Mária 7:30-kor zár a menza, mert a diák nem csak tüntetni, de enni is szeret, és elrohantunk a menzánkra, ami innen messze volt a Baross kávéházba, a Baross utca sarkán. Gyorsan bekapcsoltuk a vacsorát, és jöttünk vissza hátul a rádió mögött, most azt hiszem Múzeumzának hívják, és akkor láttuk döbbenten, hogy Úristen, mi van itt? Teherautók, géppuskákkal felszerelve, géppisztolyos ávósok sorba, tömegbe. Mentünk keresztül a múzeumkerten, és akkor dörrentek először az első lövések, és hallani lehetett a géppuskának a szavát, tetetetetetetet a messziről. Átrohantunk a múzeumkerten, ki a kiskörútra, és ott egy embertől kérdezem, hogy mi van. Ez egy villamos vezető volt az illető, mert egy ilyen villamos vezető kar volt a kezébe, majdnem kupán csapott vele, hogy forradal már maga, hát lövik a magyart. Hát akkor még csak a levegőbe lődöztek, de elég volt ahhoz, hogy nyomás haza a Rádai utcai kollégiumunkba. Gyerekek, baj van, a rádiónál lőttek. Ugyanis a rádióhoz vonult a tüntetőknek egy része, hogy a diákok által pontokba szedett követeléseket beolvassák. Ott folyt az alkudozás a rádió vezetőjével, de az nem állt szóba, gyakorlatilag nem olvasták be ezeket a pontokat, hozzáteszem soha, később se. És akkor a diáktársaimmal együtt összeszedtük magunkat, rohanás vissza a helyszínre, keresztül a múzeumkerten, a rádió felé. Ahogy a kerítéshez értünk, akkor láttam, hogy a múzeum, a rádió bejárata előtt ilyen négyszögben ávósok állnak, meg egy, a hátul volt egy kert, ott is egy kapu, ott is
és így a levegőbe lődöztek. Szembe álltak velük a forradalmárok, és ott ordítottak rájuk, hogy rohadt alakok, meg minden egyéb, szóval nem dicsérték. Ekkor hozták be azt a teherautót, amit fölborított a fiatalság, és ezzel kiborult a fegyver. Na, ez volt az a pillanat, amit a závósok felhasználtak, és eldördült az első sortűz. De ez olyan 9:30 felé, vagy 9 óra felé lehetett, és mindenki feküdt. Vagy azért, mert lelőtték, vagy azért, mert dekkolt. Hát én azért feküdtem, mert lelőttek. Így a vállamon ért valami, utána, amikor vége volt a sortűznek, akkor én ott maradtam. Jön oda egy illető, hogy gyerekek, itt is egy sebesült, fölvesznek, tüdőlövése van, mondom, nem csak a vállamat lőtték meg. Közben fölkaptak, de ez olyan dolog, hogy hadd nyugtasson meg mindenkit, nem fáj. Nem fáj a lövés, egy darabig. Csak egy olyan erős ütést ér, ez ugyanis olyan hirtelen és erős hatás, ami nem váltja ki a fájdalom érzetet. Fölkaptak, rohantak velem le a Pollák Mihály téren állt egy teherautó, amit az ávósoktól kommunizáltak el a fiatalok. Itt a gyerekek mindenhez értettek, a teherautó vezetéstől kezdve az autó rekvirálásig mindenhez. Ott már voltak a kocsira föltett sebesültek, engem is föltettek, aztán hol emlékszem dolgokra, hol nem, mert azért úgy időnként úgy elsötétültek a dolgok. Arra emlékszem, hogy így zötyögve ment a teherautó, és hideg folyik az arcomon. Akkor a hidegre fölébredtem, hát egy medikának, egy orvostan hallgató kislánynak az ölébe feküdt a fejem, az zokogott, és az ő könnyei potyogtak az arcomban. Az ülőíti klinikára vittek bennünket, és mivel nekem tüdőlövésem volt, engem kaptak először le, és rohantak be a műtőbe. Az orvos az megállapította, rátettek a műtőasztalra, rohantak ott az asszisztencia, meg mindenki. Az orvos rám nézett, akkor még úgy időnként úgy magamnál voltam, és mondja, hogy tüdőlövés, vágják le róla a kabátot. Még annyi erőm volt, hogy Jézusom, le ne vágják, mert csak ez az egy van. Mi szegények voltunk. Nagyon szegények. Volt egy ruhánk, amiben vizsgázni mentünk, meg volt egy másik, amiben egyetemre jártunk, hogy ez foltos volt. Hát na bú. De ott voltunk minden órán, és jelesen vizsgáztunk. Mert ez volt a célunk. Amit mi megtanultunk, azt tőlünk nem tudták elvenni. És hát nem vágták le a kabátot. Levették a kabátot rólam szépen, és aztán csönd, sötétség. Ezen a napon, október 23-át, és történelmet írtunk. Másnap reggel ébredtem, nagy fehérség, homály, fekszem az ágyban, és úgy homályosan jön felém egy tündéri, de olyan jó termetes ápolónő, és kérdezi, hogy hogy vagy? Hát mit lehet ilyenkor válaszolni? Ó, nagyon jól. Hát persze, jó, hát itt ment be a vér a hátamon, meg jött ki. A nővér megnézett, azt mondja, jó, kicserélem a lepedőt. Ugyanis az ágyat leterítették gumilepedővel, és arra tették rá a lepedőt, a textil lepedőt, és mivel itt ment be a vér a hátamon, meg jött ki, hát körülött állandóan ereszteni belém, és időnként a lucskos vértől lucskos lepedőt ki kellett cserélni. Hogy érthetővé legyen, amikor engem lelőttek, akkor itt bement a lapockámon, meg kijött. Tehát nem kellett műteni különösebben, csak a sebet kitisztítani. Ezt csinálták, aztán csináltak két dugót, hogy hívják, gészből az egyiket ide dugták, a másikat a hátamba, azt ez, mint a boros üveget. Az ezzel az ügy el volt intézve. És igyekeztek penicillin, mert akkor már volt penicillin, és nem spóroltak vele kezelni, hogy fertőzés ne legyen. Hát ezzel kezdődött a kórházi pályafutásom.
Már két sebesült feküdt még rajtam kívül a szobába, tehát múlt a nap, el voltunk, mint a befőtt. Az oroszok mindig hajnali 4 óra tájban indították a harcot, lőttek 9 óráig, akkor megálltak. Délután megint 3 órakor elkezdtek lődözni, 5-ig megálltak, elvonultak. De ez rendszeres volt, ugye a fiúk azok tudták, hogy hova kell bújni ahhoz, hogy mire jönnek a páncélosok, addigra kéznél legyen a benzines palack. Na elég az hozzá, hogy délután volt, olyan 3 óra felé nagy csörömpölés behaladszott az ülői, mert az kórtermünk az ülői útra nézett. Ott vonultak föl az orosz tankok, a Kilián laktanya és a Korvin köz támadására. Hosszú napokon keresztül sikertelenül. Na elég az hozzá, hogy az egyik T-34-es odaállt az ablakunk alá, mert azt tudták, hogy oda nem fognak lőni a fiúk. Miért? Most is ezt csinálják, civileket állítanak maguk elé az emberek. Na elég az hozzá, hogy egyszer csak egy őrült nagy dörrenés, az ablak betörik, nem csak a miénk, az összes. A T-34-es innen lőtte a Kilián laktanyát, és a dörrenéstől tört be az ablak. No, erre berohant a sok nővér, mentsük meg a hősöket. És megpróbáltak kitolni bennünket a szobából. Igen, de a mi ágyainknak nem volt kereke, hanem rendes ágy volt, és az őrült nehéz volt toligálni. Rohangáztak ott föl alá, és valószínűleg megláthatták kívülről az oroszok, és egy géppuskával belőttek az ablakon. Ugye a plafont végiglőtték, hullott a Malten, mint a veszedelem, ránk is. És egy pillanat alatt az összes mentő nővérke bebújt az ágyunk alá. Úgyhogy röhögésbe fulladt a mentőakció, és a vége aztán csak az lett, hogy kitoltak bennünket a folyosóra, mert az ott az utcáról nem volt elérhető. Az oroszokat nem zavart az, hogy belelőjenek a kórházba, hadd mondjam. Itt is belelőttek ágyúval, és tetejében olyan kórtermet találtak el, ahol a szovjet katonák voltak, elszállás, sebesültek voltak. Na elég az hozzá, hogy talán 2 vagy 3 napig voltam a folyosón. Ami a legkellemetlenebb volt az egészben, hogy nem volt ennivaló. A kórház nem készült fel arra, hogy most egyik napról a másikra özönbe jönnek be a sebesültek, mert a kórházi menzát, vagy a konyhát, azt naponta látták el friss anyaggal, nem volt mit adni. Hát mit lehetett enni? Az ülői úti bisztróból áthoztak mindenféle kekszet, csokit, mápolyit, meg mindenféle ilyen vacakot, ugyanezt a kórházból is, és kérem szépen, mi ezt tettük. Hölgyeim és uraim, próbáljanak 3 napig csokis kekszet enni. A pokolba kívántuk már az egészet. Már akkor a pszichiátrián voltunk, mert az innen átvittek az ülői úti részről mindenkit a klinikák belsejébe, ott volt a pszichiátria, ahol a rácsos ablak, meg kilincs, semmi nincs. Na de a terembe úgy feküdtünk, mint a heringek, így sorba egymás mellett, úgyhogy az ápoló személyzet csak úgy így oldalozva fért a sebesültekhez, hogyha kezelni kellett. Sőt, még a 2 sor ágy között is, középütt is voltak ágyak, én is egy ilyenen feküdtem. És itt már elég sokan voltunk, oroszok is, bőven, orosz sebesültek. Mi akkor orosz nyelvet tanultunk, és valamit tudtunk pötyögni, és beszélgetni velük. Meg voltak győződve, hogy Suezben vannak. Kijevi egyetemista, műszaki egyetemista gyerek is volt velünk, és elmondta, hogy bevonult, mert hétvégén gyakorlatra kellett bevonni. Betették, Csepelen meg kidobták ejtőernyővel, és megparancsolták, hogy lőjenek. Hát voltak itt olyan sebesültek a fejemnél, borzasztóan néztek ki ezek az oroszok. Az elején nem, de később már összeégve úgy feküdt mellettem az a fiú,
hogy fél lába hiányzott, fél keze hiányzott, össze volt égve, és lázálmába hívta a mamát, mert neki is van mamája, mindegyiknek, nekünk is, neki is. És mi ott nem voltunk ellenségek. Mi ott sebesültek voltunk, és megkockáztatom, hogy barátként kezeltük ezeket a fiúkat. Mert ki az a bűnös? Ő, aki azt se tudta, hogy hova jön. Az a bűnös, aki ide parancsolta őket, Szerov tábornok, meg a többiek, meg Nyikita Szergejevics. Ezek a fiúk tulajdonképpen hősök voltak és szenvedtek. Becsületére legyen mondva a kórháznak, a klinikának, hogy nem tettek különbséget sebesült és sebesült között. Pontosan úgy látták el az ávost, volt egy olyan köztünk, és amikor vitték kezelni azt a rémületet az arcán, ugyanis ők úgy csinálták, ugye, hogy elvitték, ha kellett, és ott kínozták. Őt nem kínozta senki. És az oroszokat is úgy ellátták. Aztán kivonultak az oroszok, és mi azt hittük, hogy kint is maradnak. Akkor történt meg az, hogy az egyik évfolyamtársam megtalált, egy szabolcsi kislány volt. Ugyanis én eltűntem, az egész évfolyam úgy tudta, hogy meghalt, eltűnt, mert ott azért sok ember eltűnt így. És aztán megtalált és rohant a koliba, hogy hú, bandi él, tüdőlövéssel a kórház klinikán fekszik. És akkor megindult a látogatás, jöttek a csoportársak, a barátok, a menyasszony, rokonok, mindenki. Sőt, még a New York Times is, mivel az első sebesültje voltam a klinikának. Aztán jöttek riportot csinálni velem, és még az volt a csuda, állítólag meg is jelent a újságba az anyag. Én nem láttam, volt, aki mondta, hogy látta, és ennek ellenére megúsztam. 3x3-as anyagon van 300 oldal egy ilyen kötet, még 87-ben is voltak megfigyelés alatt, és amikor Nyíregyházán a 3x3-asoknál a Puskás alezredes kihallgatott, akkor rám ordított, hogy maga 56-os, maga megsebesült. Hát mondom, igen. De mondom, alezredes úr, engem este 10-kor már operáltak. Az ávó meg 0 óra hány perckor kapta a tűzparancsot. Hát akkor magát a ellenforradalmárok lőtték le. Hát mondom, ez valahogy nem stimmel, mert én szembe kaptam a golyót, nem a hátamba. Úgyhogy ezt a témát aztán ejtettük, mert azért mégiscsak kínos, hogy van egy élő pasi, aki tudja bizonyítani saját magán, hogy hazudtak. Mert nem akkor lőttek, amikor mondják. Most ezért úszhattam meg ezt a dolgot. Most engem nem nagyon piszkáltak, hagytak nyugodtan, mert nem fájt, a tüdőlövés nem fájt. Azokat kezelték inkább, akik nagyon jajgattak. A kéz- és láblövöttek borzasztóan szenvednek. A haslövöttek, azok csak fekszenek némán, az orruk kiemelkedik az arcukból, sárgák, és aztán szép csendben meghalnak. November 4-én összedőlt a világ, így mozgott az épület. Olyan fegyvereket vetettek be az oroszok, amelyeket azelőtt nem is ismertünk. Akkor hozták be ezeket az AKG-pisztolyokat. Akkor jöttek rá, hogy páncélosokkal nem lehet városi ütközetet megnyerni, mert ha az egyik oldalra lövök, akkor a másik oldalra át kell mennem, ott meg kinyírnak. Úgyhogy deszantokat hoztak a tankokon, ott ültek ezek a fiatal ruszki katonák, akik nagyon sokszor meghaltak, és olyan sebesültek jöttek be, hogy az elképesztő. Robbanógolyókkal lőttek az oroszok, ugye ami nemzetközileg tiltott. Akkor, miután kimentek az oroszok, a
gyógyításba is beállt a normál rend, az ügyeletes orvos volt bent, megint nem volt orvos, csak néhány medikus, meg talán néhány orvos, és özönlöttek a sebesültek. Másodéves medikus jött oda hozzám, te képzelt, Bandi, hoztak be egy gyereket, így találták el a csuklóját, robbanó golyóval, úgy lógott ki az én alulról, fölülről, mindenhonnan, és azt mondja, összevartam, és sikerült, mert a hüvelyk új inát nem a kis ujjához vartam, minden új úgy mozog, ahogy kezd. Másodéves orvostanhallgató. Harmadéves orvostanhallgatók asszisztáltak amputációnál. Ezek a gyerekek olyan hősök voltak, mert nem csak akkor lehet valaki hős, ha kezébe kapja a géppisztolyt és a kézigránátot, hanem aki itt az életek mentésében tud segíteni. És ezek ilyenek voltak. Volt egy olyan sebesült, jött szintén ez a gyerek, mesélte, hogy egy kis luk volt a fiú hasán. És nézzék, mi van, ilyen cafatokva volt benne a bél, ott robbant föl. Tehát meg nem engedett módon harcoltak az oroszok. Egyre több ágyat takartak le fehér lepedővel, és vitték el a fiúkat. És amikor ezek támadtak, akkor folyt éppen az amerikai elnökválasztás. Eisenhower tábornok beszédet mondott, akkor minden, az idősebb generáció emlékszik ezekre a kis pocfogókra, ilyen rádiókra, mindenütt föl volt szerelve, termekbe is, és hallgattuk a rádiót, csak addig tartsatok ki, míg megválasztanak. Hát mondom, ez hiányzik nekünk csak, hogy jöjjenek, mert akkor az harmadik világháború. Nem is jöttek. Hadd kérdezzem meg, ki tudja mondani azt, hogy Nyugat-Európa mikor segített nekünk? Mikor nem hagyott cserbe? Mindig cserbe hagyott. Évszázadokon keresztül védtük a keresztény Európát a muzulmánoktól, a tatártól. És ők pedig gazdagodtak. Csinálták a maguk gyarmatbirodalmát és egyebet. Könyörgöm, nem lenne Bécsben Stefánc kirje, nem lenne Saint-Chapelle, meg Notre Dame. Ha nem lett volna Hunyadi, meg az a sok végvári vitéz, aki megvédte Nyugat-Európát. Hunyadi mondhatta volna a szultánnak, hogy nézd haver, itt az Aldunán szépen menjetek el, majd én hajtom a tápláléknak a marhát, meg szállítom a búzát nektek, aztán csináljatok, amit akartok Nyugat-Európába. Nem ezt tették a magyarok. Mindig védték a keresztény Európát. És mi lett a jutalma? Mikor kiverték a törököt, akkor a német ült a nyakunkra. Mikor kiverték a németet, az orosz ült a nyakunkra. De valaki mindig a nyakunkra akar ülni. Most is. Na, elég az hozzá, hogy mikor elkezdték az ostromot 4-én, akkor már én biztos voltam benne, hogy ezt 7-ére be kell fejezni. Ugye, mert a nagy októberi szocialista forradalom ünnepe, és hát ezt Nikita Szergejevicsnek át kell adni ezt a trófeát. Be is fejezték. És akkor megjelentek a kórházba az oroszok, az orosz sebesültekért. Hölgyeim és uraim, azt a rémületet az orosz sebesültek arcán, amikor meglátták a saját bajtársaikat, az leírhatatlan. Hát miért voltak olyan kétségbeesve? Miért voltak rémültek? Úgy látszik, tudtak valamit, hogy nem valószínű, hogy szanatóriumba viszik. Elvitték szegényeket, mi integettünk nekik, jó utat kívántunk. Aztán idegen civilek jöttek a kórterembe, és közölték, hogy most már konszolidálódnak a viszonyok, eddig nem volt beteglap,
most lesz, mert az orvosok tényleg nem volt ott idő arra, hogy ott irkáljunk, firkáljunk, mindenkiről tudták, hogy ennek a lábát lőtték, ennek a tüdejét, ennek a fenekét, és kész, és kezelték. De most már minden béke van, rendben van, add ide légy szíves a személyigazolványodat, beírjuk, vagy diktáld be az adatokat, megcsinálták, aztán hordányra tették az illetőt, és elvitték egy másik kórterembe. De hogy ez a kórterem hol volt, azt senki nem tudta. De ezek mellett, a tekergők mellett megjelent egy szőszke ápolónő is, aki aztán járt ágytól ágyig, többek között hozzám is jött, hogy ide figyelj, oda ne add a személyigazolványodat, és ne mondj nekik semmit, mert elviszik a sebesülteket. Tényleg jött az illető, hogy most már minden rendben van, add ide a személyedet, mondom, ne hülyéskedj. Hát hol, de azt sem tudom, hol a ruhám, hát hogy, különben is elveszett. Hát akkor diktáld be. Mondom, jó, ez jó ötlet, bediktálom, csak most nagyon rosszul vagyok, majd gyere vissza később. Időt akartam nyerni, és sikerült is, mert röviddel, kis idő múlva megjött három barátom, három évfolyamtársam, és mondtam nekik, hogy gyerekek, baj van, ez a helyzet. Hát mit lehet csinálni, mondom, ki kell szökni a kórházból. Na de hogy? Mondom, azt a szőke ápolónőt keresétek, az majd ideadja a ruhámat, kimegyek a WC-be, addig én még soha nem álltam lábra, addig egyfolytában feküdtem. Ekkor álltam először lábra, 23-a óta. Kimentem a WC-be, akkor még a hátam úgy szörtyögött, mikor levegőt vettem, mert hát luk volt rajta, olyan volt, mint a lukas bicikli. Na, elég az hozzá, hogy szépen felöltöztem a ruhámba, és elindultunk ki a kórházból. Az illetékes adminisztrátor mellett mentem el, nem ismert föl, hála jó Istennek. És akkor az ülőúton mentünk végig. Ott volt alkalmam látni azt, hogy szedik össze az oroszok a meghalt orosz katonák maradványait. Ugyanis amikor támadtak, azt hiszem, 5-én hajnalba, akkor a deszantok rajta ültek a tankokon, annyi ilyen molotov koktélt dobáltak rá a tankokra, teljesen megzavarodtak, és azt elkezdtek forogni, és így fölpasszírozták az embereket az utcára. És ezt szedték össze, jött egy teherautó, négy orosz katonával, azok jöttek, és így lapáttal szedték föl a flaszterről, és így dobták föl a teherautóra az emberi maradványokat. Mikor gyerekeknek mesélek erről fiataloknak, gimnáziumokban, akkor mindig mondom, hogy ocsmány dolog a háború. Kegyetlen. Soha nem azok csinálják, akik meghalnak, hanem azok csinálják, akik biztos fedezékbe ülnek hátul. Na, elég az hozzá, hogy innen aztán sikerült elmenni a lánykollégiumba, mert nem tudom, miért oda vittek. Elég az hozzá, hogy az évfolyamtársaim szobájába fektettek le, aztán bejött a kollégium parancsnok, egy ilyen műtyűr bölcsész lány, és piszkosul letolt, hogy mit képzelek én, hogy itt, na nem mondom, hogy mondta, a lányokkal mit akarok csinálni, aztán a lányok mondták, hogy hát erről szó sincs, őül, hogy él. Úgyhogy másnap elindultam a nagyanyámhoz a Gellérthegyre, közben fölszakadt a sejt, bevérzett, és ez egy újabb műtétet eredményezett Debrecenben, de ez már egy más történet. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország címmel ünnepi műsort láthatnak. A Pesti Zenés Színpad tagjai Porzsolt Éva és Pomlényi Péter énekművészek, valamint Fekete István színművész.
kívánok. Sok szeretettel köszöntök mindenkit október 23-án. Őrizzük és ápoljuk kegyelettel és büszkeséggel 56-os hőseink emlékét jelenünk számára és jövőnk érdekében. Intelem ez és parancsolat. A nemzet minden tagja számára. Kötelesség. Vannak, akiknek nemzet történelmében többször előfordultak olyan időszakok, rendszerek, amikor saját hősi halottaikat tagadták meg. Sajnos Magyarországot itt a civilizált Európa közepén, történelme során sokszor alázták meg ilyen nemzet lélekrontó állapot ránk kényszerítésével. S ezek mindig mély, komoly sebeket hagytak a nemzettudaton, és szomorúságtól mély barázdákat az arcukon. Az elmúlt években kezdtünk kilábalni ebből a sokból, amit a legutóbbi ilyenkor a szégyenteljes 40 esztendő hagyott ránk örökül, amikor feledésből emeltünk emlékműveket a nép hősi halottainak, áldozatainak. Ma már hála Istennek valódi emlékművek őrzik nevüket. Úgy éled föl, ébred a nemzet, hogy bizakodhatunk. Fénybe, vasbetonba, kőbe, fehér cementbe, márványba formázva alakjukat, arcukat. Időt álló üzenetet jelentenek az utókornak ezek. Megbecsülést kérve, követelve gyermekeinktől, unokáinktól. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekben csak a zene világít be. Kodály Zoltán idézete. Ezért ma a zene és a szép szó művészetével gyújtunk ünnepi megemlékező lángokat a lélekben, tisztelegve az 56-os forradalom és mártír hősei előtt. De egy csepp föl vár mindig rám, ez így.
cső melegét. A létem ezer fűszerét, a vigaszt, a száz kudarc után te nyújtod, ó, hazád. Hitem a szerény büszkeség, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mentek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári balkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály. Annak mit rejt e térkép, gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát. Az gyárat lát a látsőn, és szántóföldeket, míg én dolgozót, ki dolgáért remek, erdőt, füttyös, gyümölcsös, szőlőt és sírokat, s a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hembereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt e kő, de föntről e kő sem látható, nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösek vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra, újból a béke újja. S folytott szavunkra majdan, friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat boríts ránk, virrasztó éjfel. Thank you.
Tetai Jenő, szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez, nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse, nem bámul, görnyedőd a kutyabőrre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki, vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, tüzet fölöslegesen nem harangoz, van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire, nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevéllyel szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jótársa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja mindig, mindenütt, többször szirogat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle, szabad akar maradni mindörökre. Szabadság, ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkadra nevett. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap inség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki bégjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb s lakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen, ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak és élni mernek érte. De nem azért dult érte harc, hogy azt csinált, amit akarsz, s mindazt, miért más robotolt. Magad javára letarolod, mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem perzsa vásár, nem a te árut. Millió kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dús kelyhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyáva rab vagy. Erkel Ferenc Bánkbán című operájából a hősiesség és hazaszeretet gyönyörű áriájával búcsúzunk Önöktől, Isten áldását és megtartó szeretetét kérve életükre, családjukra, munkájukra. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltek. Hozzám, Murikra, szent födét!
ünnepi megemlékezésünket koszorúzással zárjuk. Megkérem a tisztelt megemlékezőket, a zászló kivonulását követően fáradjanak az intézmény elé, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc emléktáblájánál a megjelent intézmények, szervezetek képviselői helyezik el koszorújukat.